ivókutat létesített a DMRV ZRT Visegrádon. Az átadó ünnepségen Őri Dénes polgármester elmondta, sok gyermekkori emlék fűzi a Dunapartnak ehhez a részéhez, és külön öröm számára, hogy visegrádi parti szűrésű csápos kutakból érkezik a víz. Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy elmondhatom, hogy már kisgyerek koromban is, amikor erre sétáltunk, vagy csak kirándultunk, rövid sétát tettünk óvodásként, iskolásként a Dunaparton, akkor mindig kerestük a vízvétel lehetőségeket. Ugye itt korábban még nem volt ivókút, ami naptól lesz, és van. Szeretném mindenkinek megköszönni a segítségért, közreműködését, és külön öröm számomra, hogy ebből az ivókútból, ebből a visegrádi parti szűrési csápos kutakból érkezik a víz. Az ünnepségen jelen volt dr. Vitályos Eszter kormányszóvivő, a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte, hogy a most átadásra kerülő ivókút egy fontos kerékpáros útvonal mentén épült. Ez az ivóvízkút ugyanis a tervezett Eurovelo 6 kerékpárút program mellett helyezkedik el, egészen pontosan ott itt állunk, ahol az Eurovelo 6 tervezett nyomvonala található, és azt gondolom, hogy turisztikai szempontból is rendkívül fontos ez a fejlesztés. Még el sem készült a kerékpárút, de a környezete és a kiegészítő szolgáltatások zöme az már rendelkezésre áll itt Visegrádon és a környező településeken is. És azt gondolom, hogy mindez azt mutatja, hogy a visegrádi önkormányzat előrelátó és tudatosan készül a tervezett fejlesztések valódi fenntartására és hatékony üzemeltetésére. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a kivitelező és a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szakmai munkáját és együttműködő hozzáállását. Tiszta szívből köszönöm mindenkinek, akik a kivitelező oldaláról reggeltől estig végezték a fizikai munkát, és ilyen minőségű és hasznosságú fejlesztést valósítottak meg a helyiek örömére. És külön köszönöm a Dunamenti Regionális Vízművek elmúlt időszakban is tanúsított, kiemelkedően színvonalas szakmai hozzáállását és konstruktív magatartását, hiszen majdnem az egész Pilis-Dunakanyar területén nap mint nap megfeszített munkával gondoskodnak a vízhálózat megfelelő működéséről, arról, hogy nekünk ez a nagyon értékes víz minden nap a rendelkezésünkre álljon, holott azt is tudjuk mindannyian, hogy az nem könnyű helyzetben vannak. Egyrészt nyilván nő a lakosság folyamatosan, olyan igényeket kell kiszolgálni nap mint nap, amivel bizony meg kell küzdeni, mégis azt gondolom, hogy nagyon magas színvonalon végzik a munkájukat, úgyhogy köszönet ezért vezérigazgató úrnak és munkatársainak. Virág László, a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT vezérigazgatója elmondta, nagy figyelmet szentelnek arra, hogy a tiszta csapvizet népszerűsítsék a lakosság körében. Ez a harmadik olyan helyszín, ahol ivókutat létesítettek, és ráadásul a visegrádi kút kialakításánál a négylábú állatokra is gondoltak. A társaságunk mindig is kiemelt figyelmet fordított a tiszta ivóvíz, a tiszta csapvíz népszerűsítésére. Így van ez most is. Bizonyára azt önök is tudják, hogy ma Magyarországon a csapvíz a legtöbbet ellenőrzött élelmiszer. Ennek tükrében nem meglepő, hogy a DMRV ZRT szolgáltatási területén évente több mint 10 000 mintát vizsgál be. 10 000 mintából tudjuk biztosítani azt a minőséget, amit itt jelenleg a Dunakanyar régióban is ellátunk. A tiszta víz segít egészségünk megőrzésében, felfrissülést ad, és nem utolsó sorban olcsóbb, mint bármilyen más palackozott víz. A nagy közönség számára a társaságunk jelenleg Vácon, Szentendrén és immár harmadik helyként itt Visegrádon, ebben a gyönyörű környezetben biztosítja az ivóvíz elérhetését bárki számára bármikor. Én bízom benne, hogy mind visegrádiak, az itteni lakók, az itteni városlakók, illetve az ide látogató vendégek is felfrissülhetnek,
szomjukat oldhatják, és azzal a különleges plusz dologgal is szolgálhatunk, hogy négylábú társaiknak is biztosítottunk vízvételi lehetőséget, ami egy különlegesség minden tekintetben. Az átadó ünnepség fényét emelte az országos népdaléneklési versenyen aranyminősítést nyert Félegyházi Berccel, a Visegrádi Ápréli Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztályos diákjának éneklése, valamint a Fellegvár óvoda, középső és nagycsoportos óvodásainak műsora. Keresem az új páromat, újabb párom, új az élet, bánat véled nem cserélek. Kaposonyi sétatéren megy a villamos, arra jár a kis Mariska, jaj de aranyos. Kaposonyi sétatéren megy a villamos, arra jár a kis Mariska, jaj de aranyos. A szalag átvágását követően az ünneplők megkóstolták az új ivókútból folyó, hűsítő, tiszta ivóvizet.